nem használhatják a Huawei és a ZTE eszközeit a svédországi 5G hálózat kiépítésének tenderin induló cégek. A tiltó döntést a hadsereg és a biztonsági szolgálat vizsgálata alapján hozta meg a telekommunikációt felügyelő svéd hatóság. A döntés értelmében 2025-re a mobil hálózatokban jelenleg használatban lévő Huawei és ZTE eszközöket is le kell cserélnie a szolgáltatóknak. Az európai országok azután kezdték vizsgálni a kínai cégek termékeit, miután az Egyesült Államok nemzetbiztonságra veszélyesnek ítélte a használatukat, mert szerintük a kínai cégek kémkedésre használják az eszközeiket. Kína ezt tagadja.